A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Györmoson Sopron megyei szervezete tájékoztatott szervezet csornán. Német Gergely elnök elmondta, a szennyvízi szap és komposzt keletkezéséről, elhelyezésének szabályairól, előnyeiről, tapasztalatairól, tudományos oldaláról, továbbá hatósági engedélyeztetés hátteréről tartottak tájékoztatót. Illetve a jégeső mérséglő rendszerről is szó esett. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara próbál a napi aktuális dolgokkal foglalkozni, észrevételekkel és azon javaslatokkal, amelyek a jogalkotónak is megegyszerűsíti az életét, hisz itt gyakorlati kérdések merülnek fel, és a gyakorlati kérdéseket próbáljuk úgy megfogalmazni a jogszabály, illetve a jogalkotó, valamint a végrehajtó szervek felé jog Szempontjából azt hiszem, az nagyon fontos, hogy mindenki végre tudja hajtani azokat a jogszabályokat, amelyek ránézve kötelező érvényűek. A mostani fórum, fórumsorozatunk három helyen szervezésbe, egyik csornán a Premontrai Apátságba, Sopronba szervezünk egyet a kereskedelmi és iparkamaránál, és valamikor egy-két-három hét múlva szeretnénk egy nagy megyeit Győrbe, ahova szeretnénk, ha minden egyes gazdálkodó eljönne, hisz az ő érdekük is, illetve az ő céljukat, illetve jövőbeni működésüket fogják meghatározni a fórumon való tájékoztatók, észrevételek, és azt hiszem, hogy itt nyugodtan mondhatom, az ő javaslataik is be fognak épülni a jogalkotásba. Illetve a tájékoztatás az szintén nagyon fontos a mi részünkről, hisz mind a fórum mai napi rendi pontjai, többek közt a szányvíziszak kezelés, szányvíziszak komposzt elhelyezése, termőföldön, és ennek az elhelyezésnek a biztonságos kijuttatása, hisz mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy vegyszermaradvány, gyógyszermaradvány ne kerüljön be az élelmiszer forgásába, mert sajnos azt mindannyian tudjuk, hogy a mai szennyvízi iszabba a mosógépek által kibocsájtott mosópor, illetve a az általunk elfogyasztott gyógyszerek nem mindig bomlanak le száz százalékba úgy, ahogy szeretnénk. És a következő napi rendi pontunk azt hiszem, hogy az szintén a gazdálkodókat, illetve az önkormányzatokat érinti, hisz a kormány fászáru ültetvények létesítését Európai Uniós pénzből fogja támogatni. Én azt hiszem, hogy ennek az a lényege, hogy ez 20 évig 20 évi fenntartást igényel, és a fenntartási idő végéig ugyanúgy, mint a termőföldre, illetve a szántóra lehet igényelni utána földalapú támogatást. És ez egy jó energiaforrás mindannyiunk számára, és a piac ezt igénylét gondolok a zakác, illetve azon nyárültetvényekre, ültetvényekre, amelyek gyorsan nőnek. És akkor az utolsó napi rendi pontunk, amely szinte az egész megyét érinti, ez a Jéger elnevezésű jégelhárító rendszer, amelyet országos szinten fog kiépíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve koordinálni. Ez egy 1,8 milliárdos beruházás lesz. Györmoson sopron megyébe több mint 400 helyen helyezünk el jégelhárító rendszerhez kapcsolódó telepeket. Ezekről a telepekről Től nem kell férni, hisz mindannyian tudjuk, hogy ez is jódított fog kibocsájtani, amely a környezetre nem káros, de viszont én kiemelném a jégelhárító rendszer azon fontosságát, amely nem csak a szántóföldi növényeket védi meg, hanem az épületeinket, én azt hiszem, hogy és egyéb értéktárgyainkat, melyre volt az elmúlt időszakban sok példa országos szinten, talán Győrmuson Sopron megyét nem is érintette, hogy túlságosan, de a baj megelőzésére. Én azt hiszem, hogy ezt tényleg egy országos lefedettségű rendszerré kell kiarakítani, és erről fogunk itt most majd egy tájékoztatót adni.